szakszerű mozdulat, az az etetés. Gerincénél elvágod? Aha. Melyik fele kell? Bal. Most már. Elég volt a gázszámlából. Nem kell jobb. Hülyéskedek. Mindegy. A rosszabbik. Amelyiket nem raknád fel szívesen. Nehogy utána az legyen, hogy ja, tudom, azért fogtad, mert jót adtam neked oda. Még most lehet választani. Elég a kisebb. Én is azt tisztem ki. Igen? Ez lesz a csali. Jó. Hogy szoktad feltűzni? Itt, én itt szoktam a gerincem, itt. Én. Így? Ott, persze, egyen, lágy, mozdulattal egyszer. Ha meg fogja fogni, akkor úgy is, hogy hívják. Vagy leszakad, leszedi, vagy benyeli már abba a pillanatban, hogy ráfog. Először, amikor elviszi. Így. És akkor így lifeg, így jó? Persze. És csak? Jó az. Jó. Pillanyival vagyok nehezebb helyzetben, hogy nyeletni kell, mert nagyon szeret. Aha. Jó, akkor keressünk valami fát. Jó, nézzük meg. Na, ott már ment is be a szerelék. Emlékszel, itt fogtad a nagy törpét? Hátba vágott a szúrójával. Na. Az is szeretem ezt a botot, mert ilyen kis helyekre is be lehet vele dobni. Szépen lassan lép bele. Mit? Hogy? Puffan, nem? Uh-huh. Ilyen eresztékkel ennek. Picit van több eszem. Nézzük. Milyen a kapása? Mit figyeljek? Elviszi?
Ja, persze. Hát mikor már kicsit megbukik a nap. Azt a mindenit. Kapikám. Merítőálló. Oké. Okay. Gratulálok. Azt a mindenit neki. Hú. Éreztem, hogy itt van, mert már egyszer minden felmozdult. Pont újraindítottam a kamerát, mondom, ne legyen túl hosszú az a felvétel, aztán minden egy gyönyörű süllő hallod. Az igen. Elvitte az úszót? Persze. Hát pont akkor nem figyeltem oda. Ja, ja, ja. Lehet itt egy kicsit most ez meg lett bolygatva, mi? Nem? Hány centi? 50? Igen, megmérem, mert pont azt akartam csak. Mennyi a vannak a víztérkódot, tudod? Én csak beszoktam írni az, hogy alcsi és kész, ennyi. Nem szoktam víztérkódot írni. Hop, 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 hop. Így mozgatni, libegtetni neki, igaz?
Mond. Mennyi van? Júli? 14. 14, csütörtök. Körülbelül, aha. Szerintem nem lősz mellé vele. Plusz-minusz, enka plusz fél, egy-másfél kiló között lehet szerintem. Szép. Jó. Nem ez volt az első. Nem ez volt az első. De biztos volt, mert nagyon jó a víz. Bokor? Az még egy jó díl. Elvesszel? Mit? Hogy menjünk? Bottal kicsit megtartom. Mi ez? Beakadtál? Na nézzük meg a másik fát. Mit? Majd mindjárt megnézem először a kicsivel, hát ha itt van víz közt. Már. Na mind a ketten beakadtunk. Lehet, itt kint vannak mögöttünk. Na, mindjárt kiderül. Ja. Azért mikor, hogy az akadóban van a hal neked, akkor oda kell. Hát ezt el kell fogadni. Katonai lőgyakorlat. Határvadászképzés biztos.
világuljon ki. Ide beteszem neki. Hát, hogy jobban feláll. Na most már 30 felett már azért. Minden napra ajándék. Apró nap. Mikor feláll. Ilyen gázárak meg villamárak. Na, állj már fel. Na, mindjárt beér. Hát az. Jó hely ott, nem? Felállt rögtön. Hát, ha bekapná. Ja. Biztos a pony fürdik, vagy nem tudom. Nincs ebbe hal faszi. Dupla dinamit. Nem akar merülni a kis falba. Hát benne van a pukkantúj. Az a jó pedig, amikor így libeg lefele, nem mint egy levél. Na. Engedj el zsinót. Pedig most szépen áll. És már csak be kéne kapja. Valaki. Egy rája. Igen? Szerintem üres. Vagy nem tudom. Lehet alszanak, vagy abban az új fába vannak ott alatt, a törzs alatt. Nem tudom, de már 7 óra. Ilyenkor menni kéne, nem? Persze. Rossz idő van, vagy nem jó idő van Na, menjünk a nagy fába. Menjünk.
Meg is van. Meg a faszt. Megint elvitte a halszeletet. Jó nagy hal volt. Hát. Mi ez? Mutasd. Aha! Az jó lesz. Pedig most meg se csinított a karkolta. Megráztam. Oh, te meg felráztad nekem-e? Ez is a lehet. Oh, oh, oh. Ez a Van Millionnak az új parfüme. Na, kötök egy horgot, mert már úgy van régen. Fú, figyelj! Kötöttem. Jó ez még, nem? Jó. Fú, biztos nem veszi, nem gondolja azt szerintem a harcsa, hogy fú, ezek... Igazi friss eljöttek. Fú, te! Annyi a lényeg, hogy semmi ne jöjjön rám belőle, mert ez valami brutális. Fú! Csak fogóval. Azt a mindenit neki. Mi a baj? Kezded érezni, hogy mi újság van? Fuh! Na ez aroma. Aroma. Ez-e? Ó, ezzel nem tudom, hova raktam a kupakját, úgy megbolondított egy kicsit ez a gondolatmenete ennek a doboznak-e? Fú, ezzel pedig most már ki kell szedni ezt a harcsát. Itt van valahol alattam. Ja, jó van, megvan. Ahogy levettem, úgy beütött, hogy ez a... mikor így a... Hú, bazzeg! Nem is tudom, hogy van-e még ilyen dögszag ezen kívül már valami más. Na mindegy, szedjük ki ezt a harcsát onnan, ha már a süllő... Nem, vagyis hát süllőből csak egyet tudtunk fogni. Egy süllő, egy harcsa, mit szólsz? Benne vagy? Jó legyen. Na, mehetünk oda? Jaj. Süllőt fogod, barátom. Én még nem. Most vadászunk egy harcsára. Leteszlek. Szia. Masszeg. Ott van bent, igaz? Az mellett valóban 10 centivel volt a farka, ami forró. Na Gabikám, te nyomjad halszelettel, én meg nyomom ezzel a büdössel. Nem kell ide nagy ereszték, ugye? Uff, talán még ez így jobb is. Hopp, nézd, figyeld, viszi. Elrontottam. Nézd meg, leszett az összeset. Szép harcsakapás volt pedig. Hova raktam a fogót? Itt van.
bazzeg, nagyon püdös. Fú, basszus kocs. Hú. Nem jó. Ú, de jó lett ez a dobás. Ó, de jó lett ez a dobás most. Oké. Okay. Nézd meg, viszi a tétet, Kobi. Figyelj. Ja? Élő? Hallom. Azt a mindenit. Ja, befér az evező. Pókhálóba. Jó erős pókháló. Én gajra ejtettem rá szerintem. Lehet, hogy jobban le kéne engedni. Na, látom. Hoppá, még egy. Gratula. Átbírod emelni, vagy ő? Szép, szép. Át a mellett, biztos? Na, hogy ki... Nézd csak az akadását. Nem menjünk rá jobban? Ügyes vagy nagyon. Szép. Hoppá. Egy sici. Mit? Mérd le. Ha már egyet pucolsz. Ja, nincs meg méret. Na, visszaengeded? Ez még hadd nőjön, mi? Milyen fekete a szem, az mitől van? Hát az megy vissza rögtön. Jó volt az akadás, a szája szélében volt, látszódott. Ez ilyenkor nem sérül úgy. Csak kétszer már odavert. Aha, így picegette? Nem, kétszer le is húzta, csak elengedte. Igen? Nem vágtam be időbe, mert azt néztem, hogy hova dobtál be baloldal. Ja, értem. Akkor vettem észre, amikor felettem. Gondoltam, hogy ott van. Ügyes vagy. Csak addig kell hergelni, mi meg nem fogja. Amúgy pici léttére jó megfogta. Jó ereje volt? Jó. Most pont jó a szél, hogy nem kell így kikötni meg ilyenek. Szolós idő, amikor
Kicsit ez is olyan vadászat feelingje van neki, nem? Nem olyan, hogy leülsz a stégre és akkor vársz, majd egyszer arra megy a hal. Cserkelős, aha, olyan, mint a pergetés is egy kicsit, hogy így nézed, beállsz egy fába, ott vagy egy 20 percet, bemész egy másik fába, megint egy 20 percet, mész a harmadikra, megint 20 percet, mész a negyedikre, ott elkezdenek veled k***zni. Igen, összeverekedik a víztetején, be akarja nyújtani a bojlis számláját, mert 50 méterre megközelítetted a helyét. Nem, bojlis számlát fog benyújtani nekünk, csak ha valaki nem értené, mentünk egy másik fába, hasonló bedőlt fa, mint ez, csak hosszára van ki, mint körülbelül az, ez jobban látszódik, és de még jobban, ez jobban is nagyobb fa, egy nagy tölgyfa. És, bocsánat, így mondom, a sérelmező az ugye be volt húzva a fa elé, hát körülbelül ide medertájba, mi meg kiálltunk ide a szélére, és elkezdett nekünk kiabálni, hogy hát az az ő etetése, az az ő fája, ez az ő területe, innen menjünk el, keressünk más fákat, mély pont ebbe a fába kellett beállni. Hát ritkán hoznak ki a sodromból, de kihoztak. Pedig én egy birkatürelmű gyerek vagyok, mert az igazságtalanságot azt nem szeretem. Na mindegy, ezt csak így megegyeztem, mert mondta, hogy tegyem fel YouTube-ra. Nem teszem fel YouTube-ra, nem ide való. Csúnyán nem beszéltem vele, de elmondtam a véleményemet, hogy kinek milyen fája van itt, meg medertörése, meg bójája, meg mindene. Úgy, hogy 50 méteres körzetbe pecáztunk a fájától. Na mindegy, pecázzunk tovább. Na, hogy csináljuk, Gabi? Így jó, ha így állunk, vagy menjek közelebb oda? Ne nyúljunk hozzá, mi? Szerintem jó az a mélységem. Hallott. Bokor alatt van, igaz? Hallottad te is? De nem kéne fújni a szélnek, és akkor egy helyben tudnánk maradni a csónakkal. Hopp, nézd, kapáson volt. Picit megmozdítom neki. Jaj, mondtad. Muszáj vagyok picit közelebb menni. Tudom, csak elvisz pont most a szél, pont most kezdett el fújni. Tükör sima a víz. Pont amikor megálltunk, akkor